Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ellen sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bajnokok Ligája csoportkörének záró fordulójának záró napjáról. December 1-én tehát nálunk zárul a Bajnokok Ligája csoportkör, amely majd csak februárban tér vissza a nyolcad döntőkkel, holnap pedig még lesz egy Európa Liga EKL nap. Úgyhogy még európai kupafoci itt a FIFA-ban lesz az évben utoljára holnap. Most viszont egy szuperrangadó következik, ezzel zárul a BL csoportköre, hiszen a Manchester United hazai pályán fogadja a Paris Saint-Germaint, és ugye idén nyáron már tudjuk, hogy Cristiano Ronaldo és Lionel Messi összecsapását is jelenti ez egyben. Mindkét fenomén ott van egyébként a kezdő 11-ekben, nézzük először a Manchester United kezdőjét. Ahhoz képest, hogy ez az utolsó forduló, és mind a két csapat már ott lesz a nyolcad döntőben, nem gyenge a kezdő, de a kapuban Shaw, Maguire, Varane, Wan-Bissaka, a védelembe bekerült Van de Beek, Pogba mellé a középpályára, Rashford, Sancho, Bruno Fernandes, és elő természetesen Cristiano Ronaldo a Manchester Unitednél. Hamarosan megnézhetjük majd a Paris Saint-Germain kezdőjét is, ahol természetesen ott lesz Messi, és egyébként, mint láthattuk már a Bajnokok Ligája himnuszánál, ott van Neymar is, vagy például Sergio Ramos, és Kylian Mbappé is tagja a kezdőnek. Na, de akkor nézzük név szerint. A PSG-ben Donnarumma a kezdőkapus, akit ugye lecseréltek az előző Betis elleni BL meccsen, a rossz teljesítménye miatt Kimpembe, Ramos, Marquinhos és Hakimi a védelemben, Verratti, Wijnaldum a középpályán, Di Maria visszatér az Old Traffordra, és mint említettem, Messi, Mbappé és Neymar is kezdő a csoport rangadóján. Ugye a Betis és a Leverkusen küzd az Európa Liga helyért, mint a csoport velünk egy időben zajló meccsén, a Manchester United és a Paris Saint-Germain pedig a csoport elsőségért lép ma pályára. Meglátjuk, hogy melyik csapat tudja végül ezt megnyerni. Sancho közben már jól is húzódott a szélen, be is teszi középre, és Donnarumma fogja meg. Ugye a két csapat párizsi mérkőzését a PSG nyerte 2-1-re, Mbappé, Di Maria, illetve Cavani góljaival, úgyhogy Di Maria és Cavani is bevette volt csapat a kapuját. Cavani most nincs a Manchester United kezdőjében, rá csereként számíthatnak majd Rangnickék. Neymar, Mbappé jó labdát kap, és ez gólhelyzet már, Mbappé lő, De Gea óriási védése, és még ott lehet a gólhelyzet, és ezt is megfogja David De Gea, meg volt a meccs első helyzete a Paris Saint-Germain előtt. És ez pedig egy Ronaldo helyzet lett, kapásból Ronaldo! Kapu fölé. Helyzet itt, helyzet ott, jó iramban kezdődik a naprangadója, amely egyébként így összességében összevetve a BL csoportkör egyik rangadója és egyik legnagyobb rangadója. A felvételről még az utolsó játéknapról, a Barcelona Ajax meccsen búcsúzik majd nálunk a csoportkör. Pogba jól lódul meg, Pogba, és tud is lőni egyet, Pogba! Donnarumma nagy védése. Nézzük Bruno Fernandes szögletét, Sancho elől kell kifejelni, Van de Beek gyűjti be a kipattanót, és lövi vissza a holland, lepattan a párizsi blokkról, Verratti. Wijnaldum, indulott Neymar is, és Neymart szerelik, ez viszont még mindig így a párizsiaké, Neymar, meg Wijnaldumot hagyja, Neymar, középen többen is kérik, Neymar, be tudja emelni, jön De Gea, ez az övé rossz beadás volt ez Neymartól. Ugye korábban már járt itt a PSG két alkalommal BL meccsen, az egyiken 3-1-re, a másikon 2-0-ra nyert, úgyhogy meglátjuk, folytatódik ez a két gólos győzelmi sorozat. Neymar! A 3-1-es meccsen ő is gólt szerzett. Be is adja most, ott a kapás lövés, óriási De Gea védés. Hakimi szerezhetett volna gólt. Korábbi Real Madrid Dortmund Inter játékos. Kimpel befejel, a gólvonalról ment Wan-Bissaka. Mbappé, Di Maria, ott hagyja a védőt, Di Maria gólhelyzetben, és blokkolják a lövését. Ugye Kimpembe is szerzett már itt gólt az Old Traffordon a 2019-es 8-as döntő odavágóján. Verratti beadása, ott a gólhelyzet, jön De Gea, meg is fogja a labdát, és már küldi is ki előre David De Gea, hát Ronaldónak az... borzasztó. Marquinhos.
Ramos. Hát az elmúlt 15 perc egyértelmű párizsi fölényt mutat. Varane. Pogba. Pogba. Jól dobja ki oldalra Rashfordhoz. Rashford. Hakimi rajta, Rashford középre, Pogba, még elérte, és aztán nem tudja átövelni Donnarumát. Maguire. Ott a lecsorgó Bruno Fernandes. Kidobja oldalra Rashfordhoz, Rashford megtolja Hakimi mellett, és ez így már gólhelyzet. Rashford be középre, óriási mentés. Azt viszont úgy Varane megszerzi, Fernandes. Di Maria. Neymar. Neymar még, ott hagyja Shaw-t, Neymar, na most lehet gondban a Manchester védelme, Neymar még, belövi középre, Maguire, ó, hova tört el, aztán ott a fejes fölé, Maguire borzasztó labdát adott, mondjuk Verratti lehet köszönte szépen, élni nem tudott a helyzettel, szöglet viszont, de kezdek szerint hozzáért, Messi veszi át és lövi rá mellé, Messi első momentum a mérkőzésen, tény, hogy Ronaldónak sem volt sok, de volt azért egy nagyon nagy lövése, ugye, ami végül fölé szállt. Di Maria, újabb labdaszerzés a PSG-től. Neymar kapja meg, gólhelyzet, Neymar még, Neymar fölé. Túl sokan voltak már előtte. Tényleg minden kimarad ezen a mérkőzésen eddig. Wan-Bissaka, pedig nem unalmas a meccs. Bruno Fernandes, és megcsinálta a helyet. Cristiano Ronaldo összjátékozik a két portugál, Donnarumma óriási védése. Nem, hogy Ronaldónak vagy Messinek nem jön össze a gól, egyik csapatnak sem. Pogba. Hakimi. És hát ugye egyik játékos sem volt eredményes az odavágón például. De hát akkor már az első félidőben volt 3 gól, a másodikban nem született, itt valószínűleg az elsőben nem fog. De még ezt a Paris Saint-Germain támadást nézzük végig. Igen, Mbappé becsapja ott Wan-Bissakát. Mbappé lövi középre, és Di Maria lemarad róla. Hát kihagyott helyzetek meccse ez eddig. Manchester United, Paris Saint-Germain 0-0. Megkezdődött tehát a második félidő, Manchester United, Paris Saint-Germain 0-0 a BL csoportkörének 6. fordulójában. Neymar hozza már a labdát és vezeti rá Shaw-ra. Neymar tolja beljebb, rögtön lövő helyzet. Neymar még egy cseh gól! Vezet a Paris Saint-Germain. Hát, a második félidőben csak 3 percet kellett várni a gólra, és nincs kiadott helyzet még. Neymar góljával megvan a vezetés a franciáknak. Itt Neymar beljebb viszi, még egy védőt ott hagy, és De Gea nem tud védeni. Hát végignézte a Manchester United védelme ezt a gólt most. Neymar góljával megvan a vezetés a Paris Saint-Germainnek. Fred. Bruno Fernandes. Sorokkal tovább, Cavani. Cavani jó a szerelés Sergio Ramos-tól, Neymar. Di Maria. Az nagy labda Messi. Rávezetné Wan-Bissakára. Wan-Bissaka pedig hazaadja David De Gea-hoz. Hát ez egyelőre elég pontatlannak tűnik. Shaw. Hakimi. Beközépre Neymar. Ez helyzet. Neymar még el tudja rugni. De Gea véd óriási. Kipattanóra pedig jött Mbappé, de már Shaw-t akarított. Egyelőre párizsi fölény a második félidőben. Cristiano Ronaldo. Hát összességében is sokkal jobban játszik ma a Paris Saint-Germain, mint a Manchester United. Cavani. Ő meg volt csapata ellenlép, ugye pályára éveket töltött el a párizsi együttesben. Ramos. És ugye nálunk az odavágón gólt is fejelt. Viszont csak a szépítésre volt elég. Hát ha most gólt lőne, a United az egyenlítést érne. Mbappé. Ronaldo. Bruno Fernandes, jónak tűnik Fernandes gólhelyzete. Bruno Fernandes még elfektetett egy védőt, és ott a védés aztán. Gianluigi Donnarumma bravúria. Bruno Fernandes megrúghatja majd a szögletet. Rúgja is. Jön a kapus. Donnarumma kiütötte. Harry Maguire. Di Maria lódul meg, Di Maria Shaw kérné el tőle. Di Maria jó a visszacsele, Di Maria lövő helyzet már, Di Maria rá is lövi! Megfogta De Gea. És már rúgja is előre a kapus, Bruno Fernandes. Még van Verrattinak, Di Maria beljebb tolja, most lő, De Gea! Szép védés.
De jön majd Cavani. Jön majd Martial a helyére. Ronaldo. Pogba. Martial. Hát az nem pontatlan volt. Lopat majd a Paris Saint-Germain itt a hajrában, Kimpembe. Ramos. Marquinhos. Az a Donnarummának. Di Maria. Jól tolja meg. Neymar. Ez nagy labda. Mbappé kéri középen. Neymar. Neymar viszi még. Neymar. Ő elcsúszott. Így lehet még jó. Varán kifejeri azonban. Ronaldo. Pogba. Meg eladja. Kimpembe. Wijnaldum. Szép játék, de Mbappénak hosszú. Neki sem volt túl sok momentum a mai meccsen. Varán. Wan-Bissaka. Hát a második fél időben nagyon gyengén játszik a Manchester United. És valószínűleg csak csoport második lesz, hiszen elveszíti a visszavágót is. Wan-Bissaka megemeli a kapus Donnarummát, és mellé megy. Semmiből helyzetek lett most a Unitednek. Ó, Donnarumma meg hova passzolta ki? Martial gól helyzetben! Gól! Egyenlít a Manchester United, Anthony Martial a gólszerző. Hát Donnarumma az előbb is majdnem összehozta a gólját a Unitednek, most meg végképp. Eladja itt a labdát, Martial megszerzi, és aztán ki is egyenlít. 1-1. Ezzel a döntetlennel mondjuk még mindig a PSG lenne a csoport első, de hát a második fél idei játéka alapján egyértelműen sajnálhatja a Paris Saint-Germain azt, hogy hát nem nyeri meg ezt a meccset. Bármi ki tudja, Mbappé. Varane. Pogba. Martial. Az jó, Sancho. Sancho megy, Kimpembe rajta. Sancho küldi középre. Túl magas volt. 2 perc a ráadás. Lopat majd Neymar. Marquinhos, Donnarumma. Di Maria. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka meglódul. Wan-Bissaka. És 11-es. Sergio Ramos becsúszott. Büntetőt kap a Manchester United. Az utolsó percben. Hát van itt dráma, kérem szépen. Sárga lap. Még ráadásul Ramosnak. Na nézzük. Megnyeri-e végül a United vajon a meccset? Bruno Fernandes fogja rúgni. 94. perc. Bruno Fernandes. És kapufa! Nincs United vezetés. Fernandes 11-es ront a hajrában. Neymar. És itt a vége. Hát nem Messiről és Ronaldóról szólt végül ez a meccs, de azt hiszem nem bántuk meg, hogy megnéztük. Manchester United, Paris Saint-Germain 1-1. A United csoport másodikként jut tovább, a PSG pedig ezzel megnyeri a csoportját. Hát jó kis meccs volt.